tehát hogy az evésnek a sokféleségére. Tehát hogy a gazdagok ugye mindent megvehetnek, ez nem azt jelenti, hogy minden mennyiségben megvehetnek egy dolgot, és az így csinálnak, hogy a kedvencük, mondjuk a csokiból vesznek 5 tonnát, és akkor csak azt teszik, hanem pont az a lényeg, hogy ők mindenfajta élelmiszert megvehetnek, és az egészségüket ugye pont ennek köszönhetik ők is ugyanúgy, ahogy mi is annak köszönhetnénk, hogyha mi is mindenféle ennivalót megennénk, amelyet a tradíció ugye ben megtalálunk. Tehát gyakorlatilag a sokféleségben, tehát ők nem azt csinálják, mint mondtam, hogy egyből vesznek 5 tonnát, hanem az összes fajta élelmiszert, amit csak lehet, megvesznek, és ami ízlik, megeszik, amit meg nem, azt meg többet nem vesznek. Tehát gyakorlatilag ugye ők egészségesek, ők ezt megtehetik, mert ugye az egészséges ember az az ízlésének köszönheti az egészségét, hogy mindent megeszik, amit szeret, és amit meg nem, abból meg semmit. A beteg ember viszont, ugye mert mindenki azt teszi, amit szeret, azt enné, amit szeret, az viszont nem hagyatkozhat az ízlésére, tehát a beteg ember az a tradícióra hagyatkozhat, tehát azokat az ételeket, összesféle ételt meg kell próbálja valamilyen formában legalább, ugye megpróbálja elfogyasztani, de hangsúlyozom, itt arról van szó, hogy az összes fajta ételt meg kell fogyasztani, mert mindegyik étel azért más a többi ételtől, ugye az íze is más nyilván, mert más anyagból áll, tehát nem az a lényeg, hogy én egyek mondjuk almát, hanem az a lényeg, hogy egyek nyers almát, az a lényeg, hogy egyek főtt almát, az a lényeg, hogy egyek sült almát, az a lényeg, hogy egyek aszalt almát, mert az össze, mind a 4 félében más-más anyaggá alakul az az alma, ami legelőször gyümölcs volt. És annak a nyers formája csak egy, és csak a vitaminok, a vitamin tartalma miatt, a nagyobb vitamin tartalma miatt, ami általában a hőkezelésekben ugye elvész, vagy csökken, terjedt el az, hogy egészségesebb a nyers gyümölcs, mondjuk például, ez esetben az almára, de nem, mert az is nagyon fontos, de ugyanúgy fontos az, hogy főtt almát is együnk, tehát almalevest, az is nagyon fontos, hogy almakompótot is együnk, mert abban is más anyagok vannak, és az összes fajta anyagra, amit az almából el lehet készíteni, és elkészít a tradicionális főzési hagyomány, azt mindet meg kell enni, ahhoz, hogy a szervezetben ne legyen hiány egyik molekulából sem, hiszen a szervezetünk az univerzum szinte összesféle anyagát tartalmazza, és ezt bevinni nagyon, hogy mondjam, ebből a szempontból nehéz lenne, nem igazán nehéz, csak úgy kell élni, mint a gazdagok, abból a szempontból, hogy az összesféle ételt megvenni és megenni, és elkészíteni az összesféle ételnek a különböző, tehát hangsúlyozom, tradicionális formáját, azért a tradicionális most bevált, és annak köszönhették az őseink, hogy túlélték és gyereket tudtak felnevelni azok között a nehéz körülmények között, nem úgy, mint mi, akik sokkal könnyebb körülmények között még gyereket csinálni se vagyunk képesek sokan, vagy nem akarunk, vagy nem tudom. Úgyhogy tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezért a sokféleség, tehát erről volt szó, hogy az ételek sokfélesége a lényeg, és amit már mondtam, hogy nem szabad, ki kell zárni, mert a legkártékonyabb a helyett szó az étkezésben, és az is a legalapvetőbb és a leghatékonyabb, hasznosabb, értékesebb szó. Tehát értem ez alatt, hogy nem lehet e helyett azt enni, vagy a helyett ezt enni, mert azzal csak ártunk, azzal ártunk a szervezetnek. És a másik dolog pedig az, hogy ezt is és azt is meg kell enni, tehát szükséges, hogy mindegyik fajtából legyünk, ahhoz, hogy a teljes egészségünk meglegyen. És a gazdagok így csinálják, hogy ők nem esznek valami helyett valamit, hanem ők pont azt esznek, amit kíván a szervezetük, vagy amit kívánnak, és minden fajtát, amit csak kívánnak, meg is vesznek maguknak. Tehát nagyon sokféle ételt visznek be, vagy sokféle alapanyagot használnak fel a rengeteg féle fajta étel elkészítési módjaikhoz, amelyek hangsúlyozom, hogy szintén elsősorban a tradicionális ételek. Tehát ahogy én elnézem ezeket a gasztro műsorokat, és itt is a gazdagok nem össze-vissza, az új gazdagok lehetnek, hogy össze-vissza ilyen pung-ping-pung-pang, nylon szar, finces francos kajákat esznek, de akik ősi családok, akik tradicionális, tehát régóta a gazdagok, és ezt örökletesen továbbadják, meg tanítással, meg családon belül továbbadják, ők a tradíciónak köszönhetik, a tradicionális étkezésnek, és annak a rettentő jó ismeretének, tehát elképesztően jó ismeretének az egészségüket.